Az előbb végigjártátok kerepelővel az egész falut. Mi ennek az apropója? Mit lehet erről tudni? Hát ennek az apropója igazából az, hogy mint egy egyházi és egy népi hagyományt ötvöztek azzal, hogy az egyház szerint ilyenkor a harangok elnémulnak így a nagy hét végén, a Szent Három napba, csütörtök, pénteken és szombaton. Ezáltal, mivel akkoriban még a templom harangjainak a hangjára mentek régen a földművesek szántani és egyéb munkákat is ahhoz igazítottak, ezért valahogy azt pótolni kellett, és így jött az az ötlet, hogy akkor jöjjön a kereplés, és igazából ezt tartjuk feltételezhető indoknak, bár ezt senki nem erősítette még meg. A kereplő az itt van a kezedben, itt látható, ez egy egyszerű népi eszköz, és népies nevén is kereplőnek hívják, meg mindenféle nevén kereplőnek hívják. Mit lehet erről tudni, mit érdemes tudni róla? Hát igazából, hogy mit érdemes tudni róla, azt annyira nem tudom, mert én is csak úgy kaptam erre a pár napra. Igazából az egész egy nehéz fa szerkezet, és itt ez az egésznek a szíve, úgymond, eznek a lemeznek, ahogy hozzáütődik a kerékhez, az adja ki ezt a hangot, minden kereplőben más, mert hogyha itt most megnéznénk azokat, mint ennek a vastagsága, mint a magának a fogaskeréknek a fogainak a számától is függhet a hangjuk. És hát azért van, eléggé tudnak hangosak lenni, amelynek most mi hasznát vesszük a legtöbb utcában lakó bánatára. Az előbb elárultad nekem, hogy hajnalban indultok kerepelni, és ébresztitek a falut, valóban így van ez? Hát igen, muszáj, és ilyenkor igazából nem nekünk olyan rossz, hanem főleg az osztálytársaknak és az egyéb ismerősöknek, akiket úgy a szolidaritás jegyében még felverünk hajnali ötkor kiemelt figyelemmel. Ez mit jelent, egy nap hányszor fogtok menni kerepelni? Hát igazából egy nap, mivel három nap az egész, ez mindig változik, ma például egyszer, holnap, ha jól számolom, négyszer, és szombaton meg ötször. Mindig a mise időpontokban? Nem csak a mise időpontokban, hanem például a déli harangszó helyére is menni fogunk, meg a hajnali harangszó is, amit mondtunk, és ugyanúgy az esti és a háromórási pénteken. Akkor most elmondhatjátok magatokról, hogy ti vagytok a déli harangszó. Hát igen. Nem csak ti hárman mentek a faluba, hanem beosztottátok a csapatot, úgyhogy tulajdonképpen három csapat megy három felé. Igen, rajtunk kívül még 2-3 fős csapat van, így összesen 9-en tudtunk összejönni, mind az iskolából álltunk össze a hittanosok közül, mint ez már jó régen egy hagyományként áll. Viszont azt is elárultad nekem, hogy állítólag az országban ajkarendeken őrzik egyedül ezt a hagyományt, igaz ez? Hát, elvileg igen, bár az interneten elég gyakran látok képeket kereplésről, tehát ez nem tudom, hogy most csak összeálltak a hagyomány jegyébe, de igazából a mai napon azt hallottuk, hogy itt az országban egyedülálló ez, hogy kereplés van. Tehát lehet, hogy ők egy napon egyszer összeálltak, hogy megmutassák, hogy volt ilyen népszokás, de annyira magas szinten nem űzik, mint ti, hogy tényleg amikor a harangszónak szólnia kellene, ti akkor mentek. Hát ezt is el lehet képzelni, de biztosra nem tudok semmit mondani, mert nem jártam körbe az országot, hogy hol kerepelnek és hol nem. De mindenképpen kisebb falvakban van ez így, tehát Pesten eszembe se jut, hogy ott vállalják, hogy körbefussanak a városba. Ez nem rossz ötlet. Lehet, hogy a pestieknek javasolni kellene, hogy ezt a szép néphagyományt elevenítsék fel. Most úgyis szeretnek kimenni az utcára. Egy kis testmozgás végül is mindenkinek. Jól jön. Nektek meg javaslok, mint egy zarándok túra, zarándok út végigjárni az országot ilyenkor, hogy hol van még ez a népszokás. Aztán még kereplünk is helyettük, hogy akár mindenhol behozzuk. Megmutatjátok nekik, hogy ezt így kellene csinálni. Így kell csinálni. Köszönjük neked, és köszönjük. Jó kereplést! Köszönöm! És hát még egy kört arra!